Azt mondják, hogy nem jó a ró 55, vacak, hulladék, nem csinál semmit. Hát jó ez, csak tudni kell használni. Tudni kell, hogy meddig hagyod rajta, meg ilyen dolgok. Meg nem szabad kiszárítani, hanem folyamatosan kenni. De egyébként a leghatásosabb módszer az a merítéses módszer, amikor belemeríted a RAW 55-be az egészet teljesen, hogy ellepje, vagyis inkább így lógatva, hogy az alja az ne érjen le sehova, mert ha leér, akkor ott nem hat a szer, úgyhogy inkább lógatva, és akkor így hatásos. Hát itt van, lehet látni. Még hagyom rajta egy picit, aztán szépen áttörlöm, meg lecsiszolom, és akkor kész is lesz. Úgyhogy semmi baj ennek a RAW 55-nek, csak tudni kell használni. Például én használtam az autó karosszériáján, a kerékjáratba leápoltam vele a rozsdát, eltüntette, áttöröltem száraz ruhával, és úgy hagytam a nyers fémet, hát egy másfél hétig, és nem rozsdásodott vissza. Előtte RAW 55 nélkül volt a nyers fém, és úgy berozsdásodott az egész. Úgyhogy le kellett homokszórnom, csiszolnom, azt lekezeltem, és akkor azóta nem rozsdásodik. Úgyhogy jó cucc ez. Rozsdaoldó és átalakító, rozsdátlan és zsírtalanít passzívál. Úgyhogy működik ez, csak érteni kell hozzá. Na, majd mutatom a végeredményt. Nos, hát ilyen lett. Szerintem lehetne még fokozni, ugye a merítéses módszerrel, vagy homokszórni. De igazából nekem ez egy prés gép alá kell, úgyhogy ez le lesz festve, azért is nem foglalkozom vele. De szerintem elég jó lett. Lehetne ezt még csiszolgatni, meg minden, meg tovább hagyni benne. De jó lett. Itt a párja, úgyhogy meg lehet nézni, hogy milyen volt, és milyen lett. Olyan volt, olyan lett, azért van különbség. Szerintem. Úgyhogy jó cucc ez. Hát ennyi lett volna az a rövid teszt videó. Sziasztok!